Levezetem. Hallgatjuk Önt. Szerdán kiesünk a kupából. Kecskemét ellen. Igen, csütörtökön kirúgják Usztiékat. A jövőt látom, de azt Önnek is elmondhatom minden tét nélkül. Herceg András átteszi églenesen. És megverik az M2-t. Transz! Megy a másik fél, úgyhogy még valamit utolsó szó jogán. Még szeretnék Lokigort látni, de ez így eddig egyébként rendben van. Igen, nem érezzük azt, hogy valami gond lehetne, de azért... Mi történt volna, ha nem tudunk, hogy semmi alapján. 3 perc alatt összeomlunk, bazd meg. Gyerünk! Mit értél ezt az elmúlt pár percben? Ahogy kimondtam, hogy gond nem lehet, rögtön szoptunk egy gond, meg egy tizit a hali. Mi a fasz van itt már megint? Menjél Varga, menjél Varga! Ez az! Összehívtam ezt a sajtótájékoztatót, mert úgy gondolom, hogy elengedhetetlen, hogy egy pár dolgot tisztába tegyünk, és itt rá is térjünk a következő pontra, mert én mindig csak egy, én szerint egyik nőktől, én szerint Vladan Filipovicson keresztül szeretnék igazolni a DVSC-re. Ezt nagyon rövidre szeretném zárni, elolvasnám én szerint ugye a 6 öreg fiút. Amit még az én oldalamról egy kicsit szeretnék megemlíteni, mert ezért is Debrecenben furcsanulva rengeteg támadást kapok, az az, hogy én Ferencvárosi szurkolónak, Faristának vagyok eltűnve egy Debrecenben. Furcsa, hogy az én nevem sajnos Debrecenben ugye a DVSC házatáján csak akkor tud megjelenni, hogyha valami negatív történik, valamilyen úgy a kifolyólag. A bajnoki címmel felérő bronzérmünknél egyetlen egy olyan megnyilvános nem hallottam, hogy szép volt esetleg, de